Továbbra is várják az adományokat a város által indított karácsonyi jótékonysági akcióhoz. Háztartási és vegyi árura nem, édességekre, gyümölcsre és tartós élelmiszerekre viszont annál nagyobb szükség van. Az adományokat az Alba Bása Család és Gyermekjóléti Központ raktárába várják december 15-éig az Irányi Dániel utca 4-es szám alá. Ott csomagokba rendezik és eljuttatják azokhoz a civil szervezetekhez és intézményekhez, akikkel közösen szervezték meg az akciót. Ezután kezdődik a csomagok kiosztása a rászoruló családok között. December 1-e és 15-e között van az az aktív időszak, amikor várjuk a felajánlásokat. Ennek az az oka, hogy 15-e után elkezdenek a kollégák dolgozni, válogatják, szortírozzák a felajánlott adományokat, ezt elosztjuk a hét szervezet között, és a december 15-i hét után pedig indul az az időszak, amikor a rászorulóknak eljuttatják a szakemberek a hét szervezet összesen nagyjából 1000 családhoz azokat a felajánlásokat, amik beérkeznek. A jótékonysági akciót 7 székesfehérvári intézmény és szervezet összefogásával indította el a város, az a cél, hogy 1000 család kaphasson segítséget az ünnepek előtt.